Ha minden igaz, lesz hétórás önálló előadásom horvátteri színművésznő lelkéről, életéről, érzéseiről, gondolatairól. Bár én azt gondolom, hogy ő sokkal több volt ennél. Ő nem csupán színésznő volt, hanem szeretet szolgáló, talán egy misszionárius, aki nagyon sokat tett azért, hogy a világban rend, béke és szeretet legyen. Jó kérdés, hogy mennyire sikerült elérnie azt, amit ő igazán szeretett volna. Azt tudjuk, hogy szerencsére ő nagyon ismert és elismert művészé vált. Azért örülök ennek, mert én is megismerhettem azokat az alkotásokat, amelyekben ő játszott és élt, és azért, mert szerintem nagyon, de nagyon sokat tudott adni az embereknek, és nem csak a korábbi közönségnek, hanem a mostaniaknak is. Persze jó kérdés az, hogy mennyien emlékeznek meg róla, én nagyon intenzíven. Az az érdekes, hogy néhány napja nagyon erősen diktál bennem, és a néhány nap alatt hoztam létre hét órányi felvételt, ami szerintem nagyon sok. Néhány héttel ezelőtt még nem gondoltam volna azt, hogy ennyire megérint, és hogy ilyen sokat beszélek majd róla, főleg úgy, hogy én fizikálisan nem találkoztam vele, de lelkileg annál inkább, és nagyon sok gondolatiságot átadott számomra. Lett három felvétel, amelyeket az elmúlt napokban tettem közzé. Ezeket a felvételeket most egybe gyúrom, és így lesz egy 7 órás önálló előadásom kizárólag róla. Illetve azt kell mondani, hogy nem csak róla beszéltem természetesen, hanem a pályatársakról, az akkori milliőről, a filmgyártásról, a színházi munkákról, és arról, hogy ők miképpen voltak jelen Tegnap felvettem egy fantasztikus előadást, aminek az a címe, hogy Horvátteri filmszerepei. Nagyon jó volt kibontani azt, hogy ő milyen filmekben játszott. Majdnem mindegyik szerepében láttam, és azt is elmondtam, hogy én mit tapasztaltam. Nagyon-nagyon jó az ő aurájában lenni, létezni, és azt is mondhatnám, hogy újraéleszteni. Ugyanis én azt gondolom, hogy... Ezt a címet fogom adni ennek a kerek felvételnek, előadásnak, ami jó hosszú, hogy újraélesztés, mert azt érzem, hogy valamilyen szempontból most ezt végzem. Persze lehet, hogy ez furcsán hangzik, számomra nem, mert az energetikáját nagyon lehet érezni, és mivel rengeteget beszélek róla, ezért nyilván, hogy ezek az energiák újraélednek és azt is gondolom, hogy az előadásaim által még többen fogják őt megismerni, ugyanakkor lehet, hogy akik már elfelejtették, bennük ezek az érzések újra élednek. Azt sajnos nem tudom megtenni, hogy fizikálisan is visszahozom őt ide, pedig nagyon szeretném, viszont a szellemiségét, a lelkiségét mindenképp Valahogyan meg tudom mutatni, át tudom adni, és lehet, hogy tényleg újra tudom őt éleszteni ilyen formán. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és lehet, hogy a művészeknek ez a dolga. Szóval lehet, hogy nekem tényleg az a dolgom, hogy újra éleszem azokat a lelkeket, energiákat, vagy azt is mondhatnám, hogy szellemiséget, vagy szellemiségeket, akiket noha lehet, hogy már elfelejtettek, vagy akikkel nem foglalkoznak olyan erőteljesen, de nagyon-nagyon fontosak. Nagyon fontos az, hogy ma is itt legyenek, gondolatiságban és érzések terén, mert nagyon sokat tudnak adni a világnak, nekem biztosan. Tehát amióta a horvát teri lelkét megéreztem, és amióta ő elkezdett nekem diktálni, azóta sokkal boldogabb vagyok. Nagyon érdekes, hogy igazából azt is mondhatnám, hogy már már csak kivirágoztam. Ezt elég kevesen tudják megtenni velem, de nagyon erősen megtudta. Latinovics Zoltán is ilyen volt, Pálos György, és azok az alkotók is, akikről beszéltem eddig. De én azt érzem, hogy Horváth Teriál hozzám a legközelebb, és ő az, aki a leginkább hozzásegítette ahhoz, hogy én is újra éledjek, és hogy most így tudjak róla beszélni, ilyen hosszan, ennyire aktívan. Tényleg az elmúlt napok úgy teltek, hogy folyamatosan beszéltem, vágtam az előadásokat, készítettem a fejléceket, a feliratokat, a fotókat, töltöttem föl ezeket az adásokat, nagyon sok helyre próbáltam őket megosztani. Mondjuk azért annak körülnék, hogyha többen segítenének abban, hogy ezek az előadások több helyre eljussanak, mert én azt látom, hogy hát az én előadásaim annyira nem kelendőek a mai nagyon bugyuta, értéktelen, celebb és elbulvárosodott világban. Nyilván, hogy egy celebb, oktondi <laughs> felvétele, hát sajnos lehet, hogy ma többet ér, mint mondjuk az a 7 órás előadás, ami egy kosudíjas színművésznőről fog szólni, illetve már szól is. Sajnálom, hogy ennyire silányá vált ez a világ, és hogy az emberek sajnos jó része nem az értékes mintát követi, tisztelet a kivételnek. Hát azért vannak olyanok, akik igen, de nagyon kevesen. De én úgy vagyok vele, hogy így is végzem a dolgom, és én inkább velük foglalkozom, vagy horvát terivel, mint a mai celebekkel, ők engem nem érdekelnek, Engem olyan lelkek érdekelnek, olyan csodálatos emberek, akik nagyon sokat adtak, akik nagyon tiszta lelkűek voltak, úgy, ahogyan ő. Ahogy mondtam, én nagyon-nagyon megszerettem őt. Nagyon, de nagyon közel áll hozzám, azt is mondhatnám, hogy talán a legközelebb. Igen, igen. Tehát ő el tudta ezt érni nálam. El fogom azt mondani a következő felvételek által, hogy miért és hogyan, miképpen bukkantam rá, hogy milyen érzésekkel találkoztam, hogy mi az, amit ő adott, az ő szellemisége, és hogy mennyire szeretném azt, hogy megint itt legyen velünk. Próbálom újraéleszteni, próbálom valahogyan ide segíteni. Persze jó kérdés az, hogy ő fizikálisan szeretne -e újra megjelenni, mert egyáltalán nem biztos, hiszen tudjuk azt, hogy ő egy idő után már emberkerülővé vált, ő nagyon sokat csalódhatott az itteni földi létezésben, pont úgy, ahogyan én, csak én már sokkal korábban, talán, mint ő, és az életének utolsó éveit, évtizedeit inkább. Magányosabban töltötte, noha ugye ő együtt élt a férjével, de azt tudom, hogy nagyon kevés, vagy kevesebb emberrel találkozott, nem játszott, már nem szerepelt. Teljesen megértem, ugye erről is beszéltem az előadások által, amelyeket majd nem sokára hallani lehet. Valamilyen szempontból már én is ide jutottam, csak én körülbelül 40 évesen, vagy 40 év fölött, Hát jó kérdés, hogy a következő időszakot ö, hogyan fogom, vagy fogjuk ö, átélni, vagy túlélni. Ha ennél is silányabbá és értéktelenebbé válik ez a világ, akkor tényleg nagyon nehezen, én úgy, most úgy, hogy folyamatosan horvát teri lelkével, életével, gondolataival, érzéseivel foglalkozom, és ugyan mondtam, azóta vagyok jól. Tehát gondolom, hogyha én találkoztam volna személyesen, is, akkor biztos vagyok benne, hogy hát sokkal jobb életem lehetett volna, biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tudott volna adni. Egyébként szerintem már eleve a könyve, vagy a könyvei által is rengeteget ad. Olyan sok kincset, amivel én a mai világban egyáltalán nem találkozom. Nagyon őszinte leszek, hogy én ilyen embert nem nagyon találtam a mai világban, mint amilyen lélekkelő jelen van, pedig nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam és beszélgettem, és sokan kerestek meg az elmúlt időszakban. Horváth Teri is megkeresett, mert, ahogyan mondtam, ő választott ki engem. Ő kezdette felém nagyon erős energiákat küldeni és sugalni, eme éteren keresztül, és igen, azt érzem, hogy ő az, aki aki nagyon analóg azzal a fajta gondolkodásmóddal, attitűddel, amivel én élek. És én valamilyen szempontból ezt kerestem. Tehát volt bennem egy ilyen érzés. Megfogalmaztam azt, igen, hogy én milyen embert vagy lelket keresek. És valamilyen szempontból ő megjelent, így jelent meg. De nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon meglepődtem, és amikor hallgattam a Sári Gyöp című írásáról készült előadásokat, akkor én folyamatosan zokogtam, mert azt mondtam, hogy igen, ez az. Ezzel a fajta a szemlélettel, lélekkel vagyok analóg. Lehet, hogy nem százszázalékosan, de nagyon erősen. És ugye mondtam, a mai világban én nem nagyon találok olyan embert, aki ilyen lelkülettel lenne jelen, vagy ha igen, akkor sajnos én azt látom, hogy ezek az emberek is olykor, vagy sokszor eladták, eladják magukat, tehát itt nálam már megdőlt ez a dolog, és nem nagyon látok olyanokat, akik szerényebbek maradtak volna, akik ne önmutogatással élnének, akik ne az anyagelvűséget követnék, Horvátteriben nagyon sok volt az alázat, a szeretet, a jóság, a humánum, a tisztaság, fantasztikus lény lehetett. És hát igen, azt kell mondanom, hogy számomra ő egyre jobban él és van. Minél többet beszélek róla, minél közelebb enged, annál inkább élet föl bennem újra. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet érezni, szerintem lehet. Hogyha valaki végighallgatta az elmúlt előadásokat, akkor lehet, hogy ugyanezt érezheti. Jó kérdés. Hát, ha van valakinek efféle gondolata, írja meg, de én azokat a bejegyzéseket, vagy leveleket, vagy megkereséseket nem veszem, nem válaszolok, és igazából el sem olvasom, hogyha valaki rossz indulatú, és hogyha valaki meg akarja másítani ezt a munkát. Tehát én ilyen emberekkel nem foglalkozom, csak azokkal, akik számára ugyanennyire fontos, például a magyar filmművészet, és azokkal a lelkek emberek, akik, ahogy én mondtam, egykor voltak jelen, és alázatosabbak maradtak, mert hát nem mindenki maradt az, sajnos. Hát szerintem a mai világban, főleg a művészvilágban, mint tűt a szénakazalban úgy kell keresni ilyen lelkeket, nem tudom, hogy vannak-e. Ha vannak, akkor szerintem nem látszanak. Igen, én azt gondolom, hogy horvát teri lelke áll hozzám a legközelebb. Per pillanat. Illetve lehet, hogy ez mindig is így volt. Az az érdekes, hogy én ezt a fajta minőséget mindig egy férfi testben kerestem. Mivel, hogy én női testbe születtem, és ezért azt gondoltam, igen, hogy hogy majd én úgy fogom megtalálni ezt az érzést, hogy találok egy olyan valakit, aki, aki nagyon hasonlatos, vagy éppen majdnem ugyanolyan, mint én, ilyen gondolkodással, érzésekkel, csak férfi formátumban, és rá kellett arra jönnöm, hogy nem. Én megtaláltam most ezt az érzést horvátteri lelkében. Egyáltalán a jelenségben, hogy ő jelen volt, illetve hogy van. Mivel éled újra? egyre inkább, és nagyon sokszor azt érzem, hogy lehet, hogy egyszer tényleg megjelenik. Nyilván most nagyon sokan azt mondják, hogy hát, bolond ez a nő, mármint hogy én, hogy teljesen elment az agya az esze. Tőlem bárki bármit gondolhat, engem ez már rég nem érdekel. Engem az érdekel, hogy én mit érzek. És bennem folyamatosan megjelenik. És lediktált számomra több mint hat órát. Tehát én nem találkoztam vele. Ezek az ő gondolatai, az ő érzései, én csak közvetítek. Tehát ő itt van, ő megnyilvánul, ő energetikailag nagyon erősen él, azért, mert eleve ennyi erő és energia volt benne, és az energia nem vész el. És szerintem annyira nem is alakul át. Tehát rajtam keresztül megnyilvánítja saját magát. Még akkor is, hogyha lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez egy. Badarság, de ahogy mondtam, nem foglalkozom ezzel. Mert szerintem nagyon, de nagyon lehet érezni azt, hogy én valóban róla beszélek, és hogy tényleg lehet, hogy ő közvetít felém. És azt érzem, hogy ő nagyon-nagyon nagy szeretettel van eme vállalás iránt. Igen. Ő szereti az én lelkemet, a lelkiségemet, ezt az aurát, és ez a dolog nagyon erősen kölcsönös. Tehát, ahogy mondtam, igen, volt bennem egy kép, volt bennem egy megfogalmazás, hogy én milyen lelket vagy lelkeket keresek. Na, ő pont ilyen. Ezer százalékosan ilyen. Ez az. Tehát rá tudom azt mondani, hogy igen, ő az. Ugyanakkor tudom mondani Pálos Györgyre, a színművészre, Patrovics Györgyre és Latinovicsra, de a legerősebben mégis horvátterit érzem. Azt is mondhatnám, hogy ő valamilyen szempontból fölülmúlta ezt a két embert bennem, bár jó, nem lehet őket összehasonlítani, de nagyon-nagyon szoros érzelmi kapcsolatban állok velük. Nagyon erősen megérintenek, és hát a Latinovics is lediktált nekem több mint tíz órát. Ezek az ő gondolatai. Hát teljesen egyértelmű, hiszen vele sem találkoztam fizikálisan. Tehát én nem úgy beszélek egyik sem, hogy annak idején együtt csevegtünk, vagy a rokonaik voltam, vagy a kollégák, és akkor emlékszem, és elmondom, nem. Én a lelkekből olvasok. A lelkek diktálnak, és ők igazat mondanak. Nem ferdítenek, nem csúsztatnak, mint ahogyan nagyon sokan, mert tudom azt, hogy nagyon sok ember inkább a rossz dolgokat mondja el a másikról. Kivétel akkor, hogyha ezek az emberek meghalnak, mert hogyha valaki meghal, akkor mindig elkezdenek róla a jókat mondani, előtte meg állandóan szidják, meg mocskolják, hát ezt tudom. Annyi a gyűlölet az emberekben egymás iránt és az utálat. Hogy euh, szerintem ilyen világ még soha nem volt. Ennyire még soha nem gyűlölték egymást az emberek, mint napjainkban. Bocsánat, hogy ezt kimondtam. De pont ma szembesültem egy ilyen helyzettel, amikor elmentem egy üzletbe, és egy euh, nagyon megtört nő bejött, és elmondta azt, hogy, hogy megalázták, megalázzák az egyik munkahelyem, és hogy eljött, mert nem bírta, és hogy nagyon-nagyon csúnya dolgokat tesznek. Nagyon kihasználják az embereket, és azt vettem észre, hogy sajnos a mai férfiak, és idézőjelbe teszem ezt a szót, hogy férfi, nagyon erősen lenézik a mai nőket, és nagyon sok esetben hát a háttérbe teszik őket. Nekem is voltak már ezzel kapcsolatban különböző. Vitáim vagy problémáim, amikor olyan tiszteletlenül beszéltek mondjuk velem, sokkal fiatalabbak, mint én, ráadásul olyanok, akik lehet, hogy férfi testben voltak, bár férfiaknak én őket nem nevezném. Tehát semmi tisztelet nincsen a mai emberekben, tisztelet a kivételnek. Hát szeretetről szerintem nem is kell beszélni már legalább tíz éve, csak az undor, a gyűlölet, a kirekesztés. Tehát jó kérdés az, hogy mondjuk horvát Teri a mai világban hogyan tudott volna jelen lenni, szerintem nagyon nehezen, és azt gondolom, hogy ő pont ezért vált egy idő után ember kerülővé, teljesen megértem, és lehet, hogy jobb is így. Mert valamilyen szempontból szerintem ő mentette saját magát, és azokat az érzéseket, amelyek még benne voltak. Igen. Igen, én azt mondom, hogy lehet, hogy jobb így. Lehet, hogy jobb, hogy kiszállt ebből az egészből. Mert nagyon gyilkos ez a szakma mindenféle szempontból. Én is tudom, én is kiszálltam, és inkább így dolgozom, így alkotok, mert így ilyen csodálatos lelkekkel találkozhatok. Ha most valamelyik kereskedelmi tévében dolgoznék például, hát, na, azt hiszem, ott aztán olyan. Helyzetek adódnának, hogy ember legyen a talpán, hogyha valaki ezt egyrészt épészel, másrészt pedig gyomorral bírja. Mert sajnos ennyire, hát most az a szó jutott eszembe, hogy ennyire retek világban élünk, ennyire mocskos világ van. Az emberek miatt, ki kell mondani, igen, de ahogy mondtam, nem mindenki miatt, de nagyon-nagyon de sok gonosz, rossz, Lélek van, nagyon sokan vannak, sajnos. Hát Horváteri pont az ellenkezője volt, ő egy csodálatos lélek volt. Igen, illetve azt mondom, hogy ő még most is az. És szerintem ő mentette a mentetőt, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy most rajtam keresztül adja át azt, amit nem tudott. Amit nem tudott, vagy amit féltve őrzött. Az alatt az idő alatt, amikor ő már mondjuk nem lépett színpadra, és mondjuk nem nagyon találkozott emberekkel, vagy sokkal ritkábban. Mert, ahogyan mondtam, én körülbelül olyan 60 éves koráig érzem az ő lelkét, utána már nem. Ő 80 évesen hunyt el a 80. életévében. Nagyon szép kort élt meg, de ahogyan mondtam, az utolsó 20 évben őt már egyrészt nem foglalkoztatták, ő sem ment, különböző meghívásokra sem nagyon, vagy nagyon ritkán, de, de ott benne szerintem nagyon sok minden maradhatott, és én azt gondolom, hogy én vagyok a közvetítője. Tehát én, én konkrétan azt érzem, hogy engem választott ki. Azt is mondhatnám, hogy én vagyok az ő csatornája, vagy inkább azt mondanám, hogy a szíve. Mert, ahogy mondtam, ő nagyon fontos nekem, és nagyon tisztelem, és nagyon fontos helyre állt bennem, az én aurámban, lelkemben, bármimben, mindenben, igen, igen. Úgyhogy ezért fogom azt a címet adni a mai előadásnak, hogy újraélesztés. Mert szerintem itt valóban erről kell beszélni, hogy most újraélesztjük egymást, de ő is engem, mert, mert nagyon sok pozitív energiát kapok, és ezáltal tovább tudok működni és sok mindenre rávilágított, sok mindenből kiszedett, és túl tudtam lendülni bizonyos helyzeteken. Ő egy fantasztikus tükör nekem, és azt mutatja meg, hogy, hogy harcoljak, küzdjek tovább, hogy ne engedjek ebből a vállalásból, és hogy nagyon sok szeretettel van fölénk, felénk, felénk. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon sok szeretetet küld nekünk. Nem mindenkinek. Azért ezt hozzá kell tenni, mert szerintem ő nem mindenkit szeretett, úgy, hogy én sem. Mert szerintem az hazugság lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy ő mindenkit szeret. Hát, ezt hagyjuk is. Nem. De őt nagyon. És én azt gondolom, hogy ő is. Mert, mert ezt lehet érezni. Biztos vagyok benne, hogy ő mindig ilyen volt. Az írásai, a gondolatai, a szerepei által is ez jön át, én ezt érzem. De ahogyan mondtam, szerintem sok minden megmaradhatott. Eme lenyomatban, képben, amit ő képviselt, és én ezt érzem. Lehet, hogy fizikálisan nincs jelen, de energetikailag nagyon erősen, és ő ezt a csomagot, vagy ezt a mintát átadja most. Nekem adja át. Szerintem másnak nem nagyon. Lehet, hogy van még egy-két ember. Most jelenleg talán, akiken keresztül ők kinyilatkoztatja magát, na de ennyire erről sem biztos, hogy nem. Tehát nem gondolom azt, hogy valaki mondjuk 7 órán keresztül beszélt csak róla néhány nap alatt. Hogy valakinek már ennyi mindent lediktált volna. Nem hiszem. Ugyanúgy, ahogyan Latinovics sem. Látom és tudom azt, hogy vannak, akik Latinovicsra foglalkoznak, de kinek van több, mint 10 órás előadása róla, úgyhogy hogy ö, nem személyes tapasztalatok által, hanem, hanem a ma érzések által, ahogyan és amiképpen a lélek diktál, mert a lélek diktál, és közöl, és súg, és adja a jeleket, az érzéseket, mert, hogyan mondtam, ezek a dolgok nem tudnak eltűnni. Úgyhogy igen, én azt érzem, hogy mi egy órát képviselünk, és hogy ö, Jelen pillanatban ő áll hozzám a legközelebb. Igen. És ő az, aki abszolút lefedi azt, ami, ami bennem van. És ez fantasztikus, mert azóta komolyan mondom, hogy olyan érzésem van, mint hogyha már nem lennék egyedül, vagy hogy, hogy kitöltődött volna az az űr, ami bennem volt. Tehát horvátteri lelke ki tudta bennem tölteni ezt az űrt. És tényleg olyan, mint hogy kitöltekeztem volna. Nagyon erősen, és most már ezt a magot is viszem tovább. Olyan érzésem van, mint hogy együtt lennénk. Egyben lennénk, energetikailag. És, és sokkal több energiát érzek, sokkal több erőt. Sokkal határozottabb vagyok, és maga biztosabb, mióta ő úgymond belépett az életembe. Hát így, ilyen formán. Szerintem nagyon érdekes. És arról kell beszélni, hogy igen, jól hallottam. Ő leírta azt a nevet a könyvében, hogy Médea. Szerintem ez egészen úgymond hátborzongató. Fantasztikus. Neki, ugye, a sárgibőb című könyve 78-ban jelent meg. Hát jó kérdés, hogy ő magát a kéziratokat mikor hozta létre? Nyilván, hogy a 70-es években. Nem tudom, hogy mennyivel később adták ki ezt a könyvet, hogy milyen gyorsan. De a könyv az 78-as. És ebben a könyvben benne van az a név, megfogalmazás, hogy MÉDEA. Na, hát hányan írják le ezt a nevet? Ugye mondtam én, hogy van itt valami, de én ezt nem tudtam. Tehát én abszolút ráérzek arra, hogy, hogy honnan jönnek ezek az érzések, és hogy kivel van közös szál. 78-ban, vagy egy picit korábban leírta azt, hogy Méde a. Én pedig 98-ban. Ugyanis én 98-ban írtam le először ezt a nevet, és már akkor tudtam, hogy ezzel a névvel kell alkotnom később. És így kell majd közvetítenem. Hát lehet, hogy azt is éreztem már akkor, hogy majd róla. 98-ban. Aztán ugye én az elbetűt szándékosan levettem, mert tudtam azt, hogy nem médeaként, hanem médaként kell majd alkotni, na de hát ez a két név ugyanaz. De én eredetileg médea névvel alkottam. És mostanában nagyon érdekes, mert megint így kezdtem el leírni a nevem, hogy a. <laughs> És amikor meghallottam először azt, hogy ő a 70-es években leírta ezt a nevet, hát Hát komolyan mondom, hogy egyszerűen nem hittem el. Azt mondtam, hogy ez lehetetlen, nem igaz. Hogy ő ezt leírta, hogy honnan tudta? Hát tudta. Mondom, nekem van egy olyan érzésem, hogy mi már a korábbi életeinkben éltünk együtt, és nagyon-nagyon szoros kapcsolat volt köztünk. Nem tudom, hogy pontosan mi. Nem tudom, hogy mi egy szerelmes párt alkothattunk. Hát jó kérdés, hogy milyen minőségben, mert lehet, hogy én is voltam már férfi, ő meg nő, vagy fordítva, vagy is-is, nem tudom, de, de van egy olyan érzésem, hogy mi összetartoztunk. Nagyon erősen valami szövetség van köztünk. Ez biztos, ezer százalék, hogy van. Igen, a sejtjeim emlékeznek rá. Minden porcikám, és olyan erős vonzalmat érzek iránta, amit lehet, hogy eddig soha senki iránt nem éreztem. Tényleg, tehát annyira erősen megmozgat, annyira fontos számomra. Nagyon-nagyon sokat tettem volna érte, biztos, hogy kiálltam volna mellette, és, és valamiféle szövetséget kötöttem volna vele nagyon erősen, és szerintem mi ezt soha nem hazudtoltuk volna meg, ő biztosan nem. Hát én sem. Viszont arról kell beszélni, hogy igen, nekem elég sok kapcsolatom volt, ilyenek is, olyanok is, meg amolyanok is, nagyon sok emberrel találkoztam, de sajnos eddig azt kell mondanom, hogy majdnem mindenki megcsalta ezt a szövetséget. Hát ezért van az, hogy én is most már sokkal kevesebb emberrel tartok kapcsolatot, mert én nem nagyon bízom a mai emberekben, bocsát, hogy ezt mondom, de, de nem igazán. Vannak, akikben igen, de kevesen vannak. Nagyon kevés embert engedek most már közel saját magamhoz, terít ezer százalékosan. Mert azt érzem a lelkéből, hogy ő olyan, mint én, hogy ő volt ilyen vállalással, hogy neki van olyan missziója, elköteleződése, és, és ő az, aki, aki abszolút azt a mintát képviseli, amit én, és amit én mindig kerestem. Hát ez az. Hát igen, ez egy nagyon erős ügy. Nagyon erős az, amikor az ember talál valakit, hogy valamit, de nem tudja elérni, mert mert ugye ő már nincs itt fizikálisan. De lelkileg újra tudjuk őt éleszteni, és tudom, hogy újra itt lesz, és azt is tudom, vagy érzem, hogy mostantól, az elkövetkező 10-20 évben biztos, hogy foglalkozni fognak vele, azáltal, ami által tulajdonképpen én most Ezeket az előadásokat létrehozom. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezek a felvételek nagyon sokat fognak nyomni alattban. Tudom, hogy nekem nincs olyan nagy hallgatói számom, vagy nincs olyan nagy hallgatóságom még egyelőre, de, de elég, ha csak egy olyan ember meghallgatja, aki, aki tovább viszi ezt az egészet. Vagy aki által Megmaradnak ezek a gondolatok, érzések, mert mindannyian érzéseket, gondolatokat közvetítünk, viszünk. Áramoltatunk. Úgy, ahogyan most én. Azokat a gondolatokat, amelyeket ő átad, meg érzéseket, azokat én most így újra átadom, áramoltatom, és rajtam keresztül megint nagyon sok helyre eljuthatnak, hiszen, ahogyan mondtam, sajnos ő már nincs fizikálisan, de én igen. Tehát én ugye egy teljesen más volt a korosztályt képvisek. Hát azt is mondhatnám, hogy ha még élne, akkor pont az unokája lehetnék, ami nagyon nem lenne jó olyan szempontból, hogy hát én ilyen minőségben nem tudnám saját magamat elképzelni mellette, hogy én az unokája vagyok, szóval ez számomra nonsens lenne. Tehát én annak körülnék, ha mondjuk ő most olyan 30-40 éves lenne körülbelül. Igen. Az jó lenne. És akkor biztos, hogy nagyon sokat tudnánk úgymond együtt lenni, és beszélgetni, és közös dolgokat létrehozni, de ezt ugye így már nem tudjuk megtenni, viszont lelkiekben igen, és, és így közösen hoztuk létre ezeket az előadásokat, mert azt kell mondani, hogy a jó része az övé. Ugyanúgy, ahogyan a kapcsolatban is ezt éreztem. Hogy ott tulajdonképpen majdnem, hogy csak azt mondhatnám, hogy Latinovics érdeme volt, vagy az ő érdeme is az, hogy létrejött több mint tíz órás felvétel, és hogy én hetekig tudtam róla beszélni, szinte folyamatosan. Hát persze én is kellek hozzá nyilván, hogy legyen rutinom, hogy fejből ennyit tudjak beszélni. De az ő energiájuk által jött mindez létre, tehát igen, ha az ő energiájuk nem lenne, akkor én sem tudtam volna létrehozni ezeket a felvételeket. És lehet, hogy több mint 7 órás lesz ez az előadás, mert úgy látom, hogy megint nagyon sokat beszélek róla. Azt terveztem, hogy plusz 15 percig beszélek most, mivel hogy annyi hiányzik még a 7 órához, de hát most már fél órája beszélek megint. Mert nem tudom letenni, de nem is akarom. Mert amit mondtam. Olyan erősen késztetnek ezek az energiák, és olyan erősen megnyilvánulnak bennem, hogy tényleg belém költöztek, és, és arra késztetnek, hogy, hogy mondjam el azt, hogy ő igazából milyen volt. Úgyhogy leírta azt a nevet, hogy Média. Hát nagyon jó. Egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, ha most ő tényleg valóban föltámadna, és mondjuk meghallgatná ezeket az előadásokat, hogy akkor mit mondana. Hogy mennyire szeretne, de szerintem ő nagyon. Én azt érzem, hogy ő nagyon szeretne, hogy nagyon kötődne, és hogy nagyon örülne annak, hogy, hogy én is ilyen elköteleződéssel vagyok felé. Ezt lehet érezni, nagyon erősen érzem találtam olyan televíziós műsorokat, amelyekben ő már idősebb volt. Ez a lénye egyáltalán nem diktál felém. Nagyon érdekes, és olyan volt, mintha nem is ő lett volna. Nagyon furcsa volt. Igen. Viszont figyeltem azt, hogy ő milyen volt. Ezekben a műsorokban ő már olyan 60 év körüli lehetett, igen, 60 év fölött, 60 és 70 között, és sokszor elsírta magát, és érződött benne az, hogy még akkor is nagyon sokat akar tenni, hogy meg akarta váltani a világot tulajdonképpen a gondolataival, az érzéseivel, az alkotásaival, de ahogy mondtam, őt egy ide után nem alkalmazták, nem hívták, és lekerült a vászonról, a képernyőről, a színpadról, igazából majdnem mindenhonnan, ha nem lettek volna önálló estjei. Ahogy mondtam, nem tudom, hogy milyen rendszeresen jártál. De lehet, hogy jobb, hogy így történt, és talán jó az, hogy ő sok mindent megőrzött. Mert lehet, hogyha ő még idősebb korában is járta volna a világot, és sok helyre hívtek volna, akkor lehet, hogy nagyon szétszincálták volna azt, ami benne van, és nagyon-nagyon sokat bánthatták volna. Hát gondolom, hogy így is. Tehát ő meg akarta szerintem tartani a méltóságát, igen, én azt gondolom, hogy ez így volt, meg akarta tartani a méltóságát, megőrizni a szép emlékeket, a kincseket, nem akarta ezeket szétdobálni. Én amúgy sem szeretem azokat a művészeket, akik egy idő után elkezdenek haknizni, és szana széjjel szórják önmagukat, és... Mindegy, hogy miről csak beszéljenek, hogy meghívják őket, és ripacskodnak. Bocsát, hogy ezt mondom, de vannak, hát napjainkban is vannak ilyenek. Szerintem le kell tudni tenni ezt a dolgot, ezt az egészet. És nagyon sok mindent meg kell őrizni. Úgyhogy azt mondom, igen, hogy én most már abszolút értek vele. Mert lehet, hogy tegnap, vagy tegnap előtt még azt mondtam, hogy igen, őt kellett volna foglalkoztatni. Hát most úgy érzem, hogy jobb, hogy ő visszavonult, és persze beszélgetni nagyon sokat lehetett volna vele, és szerintem erre szükség is lett volna, de lehet, hogy jó az, hogy ő nem volt már reflektorfényben, mert ha így lett volna, akkor, ahogy mondtam, lehet, hogy, 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 hogy sokat bántották volna, és akkor lehet, hogy totál kikészült volna, hogy elveszett volna, így legalább nem. Tehát így megőrizte a becsületességét, a hitét, és nagyon-nagyon sok mindent hordozhatott önmagában. Igen, én így érzem. De tényleg nagyon jó kérdés, hogy az utolsó húsz évben ő milyen volt. Mert akkor már tévés műsorokba se hívták. Tehát ilyen felvételeket én már nem nagyon találtam. Még a 80-as évek elején talán igen. Persze az is igaz, és amiért én nagyon mérges vagyok, hogy ott van például a NAVA. És Hát rengeteg felvételük van, de mindegyiket lekorlátozzák. Úgy tényleg nagyon szeretném tőlük megkérdezni, hogy miért. Hogy ez miért jó, vagy mire jó, hogy miért kell minden műsort lekorlátozni. Hogy én miért ártok azzal, vagy mivel tudnék ártani azzal, hogy megnézek egy műsort, amiben a régi színészek vannak. Hát ebből nem fogok meggazdagodni, nem fogom értékesíteni, Semmi rosszat nem teszek, vagy tennénk azáltal, hogy megnéznénk a csodálatos régi színművészeket különböző műsorokban. Hát azt is mondhatnám, hogy az ottani műsorok 80%-a le van korlátozva, akkor mi az Istennek van, úgymond ez a gyűjtemény, mert bocsánat, hogy ezt így megkérdezem, vagy ez az archívó, és akkor minden egyes ilyen megnyitásnál, amikor szerettem volna megnyitni ezeket a műsorokat, hát oda volt írva, hogy fáradjak be a különböző NAVA pontokra. Hát fáradjon be a néni kéjük, már bocsánat, hogy ezt mondom, miért kellene befáradni? Azért van internet. Miért nem tudják ezeket a műsorokat átadni? Vagy miért van az, hogy minden egyes ilyen anyagért fizetni kellene a közkincsekért? Már bocsánat, mert ezek közkincsek. Ezek a felvételek ugyanúgy az enyémek is, mint az övéké. Mert én is magyar vagyok, Magyarországon születtem, és én is éltem a 80-as években, és gondolom, hogy akkor ezeket a filmeket, műsorokat levetítették, akkor most miért ne lehetne őket látni? Miért van az, hogy a régi magyar filmeket is mindenhonnan lekorlátozzák, letörlik, hogy az embernek még ennyi örömese legyen? Hogy legalább annyi örömöm legyen, hogy lássam Horvát Terit például a különböző régebbi műsorokban, vagy Págerantalt, vagy Latinovicsot, bárkit. Hát, nekem ez nagyon nem tetszik. Szerintem nagyon szégyen teljes az, hogy, hogy az emberektől elveszik a kultúrát hogy elveszik azt, hogy ilyen csodálatos lényekkel találkozzanak, és akkor persze ott vannak a celebek, azokat bezzeg nézegethetném, ugye, ahogyan ugrálnak, meg majomkodnak a tévében, hogy önmutogatással élnek, és semmiről nem beszélnek, mert nincs is miről, mert miről beszélnének ezek a lények. Hát túl sok mindenről nem tudnak, valljuk be őszintén, és helyette inkább ilyen műsorokat kellene adni, én totál lecserélném a műsor struktúrát, mondjuk így, teljesen megváltoztatnám, és ezeket a felvételeket tűzném műsorra, Miért ne nézhetnénk meg azt, hogy horvátteri milyen volt mondjuk 50-60 évesen különböző felvételek által, vagy bármilyen más színművész? Úgyhogy nagyon mérges voltam, mert nagyon-nagyon sok felvételt találtam, de a 80%-a le van korlátozva. És nem tudom őket megnézni. Ugyanakkor Tényleg nagyon jó kérdés, hogy mit ártottam volna azzal, hogy megnézem ezeket a felvételeket. Hát nem használtam volna fel őket. Tehát én ezt nem is értem. De ha így is lenne. Hogy akkor milyen gond származna belőle, hogy mindig a szerzői jogokra hivatkoznak? Ó Istenem! Én több mint ezer cikket írtam, anélkül, hogy bármit kértem volna. És most már van majdnem ezer előadásom, mindenféle feltételek nélkül jöttek ezek létre. Hogy miért ne lehetne így dolgozni? Miért ne lehetne sokkal nyitottabban működni? Miért van az, hogy rengeteg helyen, minden le van korlátozva, bezzeg a bugyuta reklámokat, azokat megnézhetem ingyen és bérmentve. Mert abból le tudnak húzni, illetve hát engem nem tudnak, de, de erre megy ki a játék. Szóval sajnálom azt, hogy ezek a felvételek nem elérhetőek. Az archívumban, ami egy nemzeti archívum, hát erről kell beszélni, én nem a nemzet része vagyok, vagy a másik ember, a harmadik ember, mi alkotjuk a nemzetet akkor miért nem nézhetjük meg ezeket a felvételeket? Miért írják azt, hogy ö, fáradjunk be? Persze, majd ezért el fogok utazni ide, meg oda, meg a, amoda, hogy majd ott én leüljek, és akkor elkezdjem nézegetni ezeket a felvételeket. Hát ezért találták ki az internetet, könyörgöm. Azért, hogy az embereknek ne kelljen utazni, és mondjuk a kutatói munkám során is fel tudjam használni ezeket az anyagokat. Na de hát, hát itt erről szó sincs. Ezt sajnos nem lehet megtenni, mert mindent lelakatolnak, lekorlátoznak, és csak akkor nézhetsz meg most már szinte bármit, hogyha jó sokat perkálsz, vagy hát ha nem is, akkor vannak feltételek. Pedig szerintem ezek közkincsek. Ezek biztos, hogy azok. Amit a mai média sugal, az nem az. <laughs> Amit a mai csatornákon lehet látni, az pont, hogy az ellenkezője. De hát azt megnézze meg, aki akarja, hát én biztos, hogy nem fogom. Szóval igen, azt is mondhatnám, hogy nagyon. hát, mérges lettem, vagy felhúztam magam azon, hogy nem értem el ezeket a felvételeket, pedig sok televíziós műsort találtam. Viszont ugyanakkor azt kell elmondanom, hogy van egy titkos hely, ahol nagyon-nagyon sok filmet lehet találni. Nem fogom elmondani, hogy hol, azért nem, mert nem akarom azt, hogy letöröljék ezeket, és, és ott meg tudok szerezni olyan filmeket, amelyeket nagyon sokszor ö, hatalmas elánnal hirdetnek, hogy jó, hogy most ingyenesét teszik ezeket a filmeket, és még ők tesznek nekünk jót azzal, hogy ó, most te, te most ingyen megnézheted a magyar filmeket, amelyek, ahogyan mondtam, szerintem minden emberi elvileg eredetileg. Hát ez régen is így volt. A 60-as, a 70-es és a 80-as években nem volt ilyen, hogy te csak akkor nézheted meg ezeket az alkotásokat, hogyha... Jó, persze, a mozikban akkor is kellett fizetni különböző belépő jegyekért, de nem annyit, amennyit most. Én mondjuk tíz éve nem is járok már moziba. Én akkor sem mennék el, ha fizetnének érte, mert ilyen silány én nem fogok megnézni, amelyeket napjainkban gyártanak. Hát tisztelet a kivételnek, ha egyáltalán van ilyen. Ezt most csak így halkan hozzáteszem. Na mindegy. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a titkos helyeken fölleleg nagyon sok mindent. Viszont ezeket a tévés műsorokat nem tudtam. Pedig oda volt írva, hogy Horváth Teri is beszél, portrék is voltak, hogy hogyan indult el, hogy Sanyarosorsban volt. tehát és hogy, hogy, hogyan küzdötte föl magát. Én azt gondolom, hogy ezek a műsorok nagyon sokat adhatnának, mondjuk a mai fiataloknak is. Tanító, nevelő célzattal lehetnének jelen, hogy miért nem teszik ezeket közé. Miért van az, hogy mindig a szépet, a jót korlátozzák le. Be ezek a celebek, azok ömlengenek a tévében, és ezeken nőnek fel a mai gyerekek, meg a fiatalok, meg is kell nézni azt, hogy milyen lelkülettel vannak jelen a mai fiatalok. Hát borzalmas lelkülettel, bocsánat, és megint azt kell mondani, hogy tisztelet a kivételnek. De ha mondjuk a horvátteri gondolatai nőnének föl a gyerekek, például, vagy a korábbi ö, hazai színművészek ö, műsorai által, vagy olyan művészek, ö, alkotásai által, akik még értéket képviseltek, akkor szerintem sokkal szebb, jobb és kiegyensúlyozottabb lelki világú emberek, lények, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek lennének. De így ezt nem tudjuk megtenni. Hát maximum csak úgy, hogyha én nagyon sokat beszélek róluk, mert nagyon jó kérdés az, hogy a mai világban ki az, aki rajtam kívül ennyit foglalkozik a magyar filmművészettel, mint amennyit mondjuk én. Hát nagyon kevesen, az én korosztályomban meg szerintem alig. Alig vannak olyanok, akik önként, önszántukból, önzetlenül, ilyen nagyon sokat foglalkoznának a régi, hazai filmművészettel, a csodálatos művészeinkkel. Nagyon ritkán találok egy-egy ilyen embert, és az is igaz, hogy ők azért már legalább 10-20 évvel idősebbek, mint én. Hát a 40-es korosztályban nem tudom, hogy. <laughs> például kik azok, akik igen, és akkor beszéljünk a fiatalabbakról. Hát nem tudom, hogy hány napig kellene zarándokolnom a világban, vagy mondjuk Magyarországon, hogy a mai 10 és 20 évesek között találjak olyat, aki mondjuk tudja azt, hogy ki az, hogy Latinovics Zoltán, vagy Páger Antal, vagy Mensáros László, vagy Gábor Miklós, vagy Tolnai Klári. Szerintem lehet, hogy egyetlen egy ilyen fiatalt sem találnék. Hát nem tudom. Nagyon jó kérdés. Hát lehet, hogy nagyon elvétve, de szerintem, hogy hogyha találnék is ilyen fiatalt, akkor lehet, hogy ő is ugyanolyan magányosan lenne és élne, mint amilyen magányosan voltam én, vagy egyedül, ezekkel a gondolatokkal, mert én már 15-16 évesen, a 90-es években is ilyen filmeket néztem, na de rajtam kívül nem is volt más. <laughs> Tehát az osztálytársaim nem ilyen filmeket néztek. De még a nálam idősebbek sem. Nagyon ritkán. És napjainkban sem nagyon találok olyanokat, akinek ennyire széleskörű látásmódja lenne, és ennyi hazai filmet ismerne meg színművészt, meg rendezőt, meg alkotót, mint amennyit én. Hát a magyar filmes kutatókon kívül, meg azokon kívül, akik esetleg kritikusoknak, de hát ők szerintem sokkal idősebbek nálam, például meg esetleg akik színművészetére járnak, bár itt most teszek egy kérdőját, mert szerintem a színművészetén végzett emberkék, akik esetleg annyi idősek, mint én, mondjuk 40 és 50 közöttiek, sem ismernek szerintem annyi, annyi művészt, és annyi filmet, és annyi alkotást, és lehet, hogy nem is tudnának 10-20-30-40 órán keresztül beszélni, erről a fajta művészeti ágról, mint ahogyan ezt most ezt megcsinálom, vagy megcsináljuk. Tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem ezeket a műsorokat ki kellene nyitni hogy esetleg a mai tizenévesek, évesek is megismerjék azt, hogy ki volt például Horváth Teri. Mert lehet, hogy egy mai tizenéves gondolataiban is az megfogalmazódik, hogy utálja a mai celebeket, hogy értéktelenség van, és szeretnének mondjuk ezek a gyerekek is értékesebb gondolatokkal találkozni, és olyan lényekkel megismerkedni, akik, akik fontosak, de nem tudják megtenni, mert a csodálatos műsorokat, az értékes műsorokat lekorlátozzák, hát olyan, mintha nem is lennének, és helyette vannak, vagy helyettük vannak a celebek, a kereskedelmi műsorok, a szappan operák, hát illetve szerintem ezeket már nem is lehet annak nevezni, a kritikán aluli megnyilvánulások, borzalmasan sajnálom a mai 10 és 20 éveseket, mert olyan romlott, értéktelen szutyok világban nőnek föl, ami egyszerűen ocsmány. Ennél ocsmányabb világ szerintem soha nem volt, <sajnos>, sajnos, mint amilyen ma van. Jó, ezt el kellett mondanom, ez kijött belőlem, bár sokat beszéltem már erről az állapotról, de szerintem ezt mindenképpen el kellett mondani, és én úgy érzem, hogy nagyon szorosan hozzátartozik, Azokhoz az előadásokhoz, amelyek nem csupán horvát teriről szólnak, hanem a kortársakról és az egykori filmművészetről, ugyanis ekkorát változott a világ. Tehát én azt gondolom, hogy ez a felvétel így lesz teljes. Hogy elmondom azt, hogy most milyen a kép, és azt, hogy milyen volt annó, és hogy én valamilyen szempontból az átmenetet átéltem és van összehasonlítási alapom, mert én ismerem, a 80-as évekbeli műsorokat, hiszen azt a korszakot én is átéltem. Ismerem a 60-as, a 70-es évek magyar filmművészetét, most már elég jól. Tehát tudom azt, hogy milyen korszakok voltak egykor, és hogy ma mi van, hogy mivé vált a világ, hogy mennyien megkeserettek, úgy, ahogyan tulajdonképpen Horváth Teri is, meg én is, és még nagyon sokan mások, akik a tiszta erkölcsöket, a mintákat, a szépséget, a jóságot képviselték egykor és valaha. Hát valamilyen szempontból még én is, bár nagyon nehéz, mivel majdnem mindenhol kiröhögnek, és hülyének néznek, hogy én miért foglalkozom ilyen témákkal, meg miért foglalkozom horvátterivel például, vagy latinovicsal, amikor nagyon sok ember szerint, hát ők már idejét múltak, és hát egyébként is, hát ugye nem ez a divat, Erről beszélt Horváth Teri is, hogy ő nem lett egy divatos színésznő. Nagyon örülök neki, hogy nem, erről is beszéltem. Éppen ezért szerettem őt nagyon. Éppen ezért van az, hogy ő a legnagyobb szerelmem jelen pillanatban, mert, mert, mert benne annyi tartás volt, és olyan alázat, és, és nagyon sokszor elmondta azt, hogy szó szerint fizikai fájdalmai voltak, hogy ő nem léphetett színpadra, hogy nem hívták, hogy ő nem kellett egy idő után, de mégis megtartotta magát, mégsem lett celebb, mégsem adta el magát, mégsem ripacskodott, mégsem haknizott, és nem értéktelenedett le, és nem alázta meg saját magát, vagy nem alázkodott meg. Méltósággal élt és működött, úgyhogy azt mondom, hogy igen, ott a pont, nála van a pont, jól tette. Jól tette, hogy ez így van. Vagy hogy hát, hogy így döntött, és hogy hogy nem állt be a sorba, mert ő ettől vált azzá, aki. És azt kell mondanom, hogy mostanra, mára vált azzá, mert, mert ehhez nagyon kellett az, hogy azokat a felvételeket létrehozzam, amelyek létrejöttek. És hogy újra föl elevenítsem azt, hogy ő milyen energiákkal, gondolatokkal volt jelen. Azt mesélték róla, hogy benne nagyon sok volt az energia, amiről én szintén beszéltem. És hogy állítólag ő még hajnal kettőkor is kirobbant az energiától, és nagyon-nagyon sok minden hajtotta, nagyon szenvedélyes volt, nagyon igaz. Igen, de gondolom, hogy egy idő után kevesen mertek vele diskurálni, vagy kevesen merték őt megközelíteni, pontosan azért, mert gondolom, hogy lehetett érezni a lelkéből azt, hogy, hogy ő már nem nagyon akar lepaktálni senkivel. Egyébként mondok valamit, ez nálam is ugyanígy van, hogy én is egy-két éve most már jobban bezártam, és ahogyan mondtam, nagyon kevés embert engedek be eme aurába, hát sokkal kevesebbet, mint egykor. És ezt tudják, ezt érzik. Tudják azt, hogy nem lehet megközelíteni, mert, mert én is vigyázok valamire, mert én is az értékesebb gondolatokat képviselem. Mondjuk azt, hogy az Istent. És aki ilyen, ő szerintem egy idő után félrevonul, elvonul, és csendben vigyázza azt, ami fontos, és amire vigyázni kell. Tehát mondjuk azt, hogy lehet, hogy mégiscsak érzem valamilyen szempontból, azt a korszakát, amikor ő már nem alkotott. Hát szerintem olyan 60-tól 80-ig körülbelül, ugye? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Hogy, hogy lehet, hogy mégiscsak érzem valamilyen szempontból, de, de, de nem igazán enged betekintést még nekem sem. Nem, nem nagyon. Tehát ő ott valamit nagyon elásott saját magában. A ma 20 év alatt nagyon-nagyon sok mindent. Hát lehet, hogy így el is temette bár szerintem ez rossz szó, nem eltemette ezeket az érzéseket, hanem, hanem inkább azt mondom, hogy megtartotta önmagán belül. És lehet, hogy majd egy idő után feltárja őket, és akkor majd elmondom, hogy akkor ő milyen volt, de, de egyelőre még nem. Lehet, hogy azért, mert nem is ez a fontos. Tehát ő, ő azt mondja nekem, hogy azzal ne foglalkozzak. Azzal a korszakával. Ugyanúgy, ahogyan állítólag azoknak az embereknek is azt mondta, vagy ugyanezt mondta, akik akkor jelen voltak és akik megkeresték őt. Tehát ő nagyon-nagyon sok beszélgetést lezárt, bezárt, nem nyitott egy idő után, mert mert azt mondta, hogy őrizzék meg az emlékeket, hogy úgy sem lehetne már visszahozni azt, ami egykor volt, és hát igen, ebből a szempontból neki azért van... Hát igen, szóval igaza van. Igen, én úgy gondolom, hogy... Úgy gondolom, hogy megkeseredett egy idő után. Amit én sajnálok, de hát nem ő volt ezzel így egyedül. Nagyon sokan megkeseredtek, a művészek közül. És bezárták az ajtót, és lehet, hogy nagyon kisem jöttek. Soha, ritkán, nem tudom. Hogy mennyire állítólag Tomanek Nándor volt ilyen, hogy még a redőnyeket is lehúzta. Ha jól emlékszem, ezt olvastam róla, igen, az utolsó tíz évben már így élt. Lehúzta a redőnyöket, nem igazán járt ki, vagy csak kirándulni a természetbe, ezt is megértem. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy egy idő után már csak állatokkal és növényekkel fogok beszélgetni, mert velük még érdemes. És tisztelet a kivételnek, mert azért ezt hozzá kell tenni, szóval én nem mondom azt, hogy minden ember ilyen napjainkban, de nagyon sokan. Nagyon-nagyon ritka az, amikor egy olyan lelket találok, akiben van alázat, szépség, jóság, akit nem a pénz érdekel kizárólag, aki nem adta el magát, aki nem anyagias, aki aki tisztelettel van jelen, és akit ugyanúgy érdekel az a nagyon sokféle téma, mint ahogyan engem. Hát igazából nem is tudom, hogy ilyen van-e. Jó kérdés. Ahogyan mondtam, én horvátteri lelkében éreztem meg azt, hogy ő nagyon, de nagyon analóg velem, csak ő az akkori euh, életben képviselte ezt az akkori korszakban ezt a fajta mintát én meg most. Hát ahogyan mondtam, ha a fizikális kort veszük alapul, akkor én pont az unokája lehettem volna. Ezért lett volna jobb az, hogyha én akkor születek, amikor ő. Vagy hogyha az ő korosztályukban foglaltam volna helyet, bár akkor már nem tudnék róluk mesélni, mert akkor már én sem élnék. Testben. Hát lehet, hogy lelkileg igen, és szellemiségben, és lehet, hogy én is valakin keresztül diktálnék. Hát jó kérdés, hogy kin keresztül. De mivel testben vagyok, még fizikumban, ezért, ezért el tudom azt mondani, hogy ők milyenek voltak. És megérintenek, és rajtam keresztül nagyon sok mindent áramoltatnak. Úgyhogy arról kell beszélni, hogy nem 7 órás lesz ez a komplet felvétel, hanem ha jól látom, akkor most már majdnem 8. De lehet, hogy ez még mindig kevés. És? Ugye? Legelőször azt mondtam, hogy lehet, hogy még 10 órás felvételem is lesz Horváth teriről. Szerintem annyi biztosan lesz, mert ha elolvasom a másik könyvét, akkor még fogok róla mesélni. De szerintem most ennyi. És a mai felvétel mellé hozzátűzöm azt a három részt, amikor is ő nagyon megérintett, nagyon erősen diktált bennem, és amelyek által szerintem nagyon fontos dolgokat mondtam el róla, mert ezekre az energiákra szükség van. Őt át kellett ide örökíteni, ez a lényeg, őt újra kellett éleszteni, és ma kellett. Akár általam, akár mások által, de bennem tényleg nagyon nagy a szeretet irányába, és ezért azt gondolom, hogy pont ezért küldte ide ezeket a gondolatokat. Lehet, hogy engem fizikálisan is beengedett volna, mint riportert, és lehet, hogy nagyon-nagyon sok műsor születhetett volna vele és általa. Én ezt érzem, de ahogy mondtam, azt is érzem, hogy, hogy most is ugyanilyen nyitottsággal van felém. Különben nem született volna meg a nyolc órás felvétel eddig. <laughs> És persze jó kérdés, hogy még mennyi lesz. A három részes előadás után lesz egy szó, ami megfogalmazódott bennem, nem csak általa, hanem azon művészek által, akikről már eddig beszéltem. Mert azt érzem, hogy mi egy kör részei vagyunk. Talán így lesz nagyon komplett ez a felvétel. És gondolom, hogy később nagyon sok mindennel tudom majd ezt kiegészíteni, ugyanis folyamatosan kutatom az ő filmjeit, az alkotásait, a cikkeket, mindent, amit találok, a hangfelvételeket, a fotókat, az idézeteket, amelyek nagyon sokat adnak számomra, nagyon a helyemre billentenek, nagyon magasra emelnek, nagyon sok pozitív energiát adnak. Azt gondolom, hogy ez a cél, és lehet, hogy ő ezt valahol tudta. Lehet, hogy azért kezdett el írni, mert megvolt benne az a gondolatiság vagy vágy, hogy ha ő már nem lesz fizikálisan, akkor is tovább éljenek az ő érzései, tapasztalatai mert ezekre a tapasztalatokra nagyon, de nagyon nagy szükség van napjainkban is, amelyekkel ő volt jelen, és ezért mondtam azt, hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy kinyissák azokat a bizonyos műsorokat, hogy mások is megnézhessék azt, hogy ő hogyan volt jelen, mert nagyon sokat lehetne tőle tanulni, így is. Tehát én nagyon örülnék annak, hogyha nem korlátoznák le ezeket a műsorokat, mert nem értem, hogy ez mire jó. Hogy miért kell ezt megtenni? Hogy uh, miért veszik el ezt a pici örömet is az embertől? Illetve azt mondom, hogy ez nem is pici öröm, számomra hatalmas. Én annyira boldog lennék, hogyha megnézhetném azt, hogy ő különböző televíziós műsorokban hogyan élt, hogyan volt jelen. Még azokra is, amelyekben ő már idősebb volt. Hát persze, hát fantasztikusak ezek a felvételek, nagyon egyediek, közkincsek. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a műsorokat mindenképpen szabadjára kellene engedni, és én tényleg megígérem azt, hogy nem ebből fogok megélni, és milliómos lenni, és semmire nem használom föl arra, hogy megnézem őket. De hát ez miért a bűn? Miért olyan nagy bűn, hogyha az ember mondjuk megnézi ezeket a filmeket? Vagy hogyha mondjuk sokan feltöltik ezeket az internetre, hogy mások is lássák, hogy mások is gazdagodjanak, hogy szépüljön a lelkünk, hogy sokkal nemesebb lényekké váljunk általuk. Mert én nemesebbé váltam horvátteri által. Sokkal alázatosabbá. Olyan alázatosá, amire, ahogy mondtam, szerintem ma nagyon nagy szükség van. Hát azt gondolom, hogy ez a cél. De hát a mai celebektől mit tanul az ember? Semmit. Sőt, rombolók, pusztítók, mérgezők, hamisak, gagyik. Bocsánat, ugye ezt mondom, és még egyszer hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, na, de hát mondjuk ők nem is celebek, például, nem. Tehát, hát nagyon-nagyon változott a világ, nagyon nehezen fogadom el, gondolom, hogy ő is, de legalább nekik még részük volt egy olyan időszakban, ami szerintem a leggeniálisabb volt az 50-es, a 60-as és a 70-es évek magyar filmgyártása, és szerintem még a 80-as éveket is ide kell venni, aztán a 90-es éveket már annyira nem. Én azt gondolom, hogy azt már nem nagyon, de ők egy olyan korszakot éltek át, ami geniális volt, fantasztikus, és ami által meg tudták azt mutatni, hogy bennük mi van, hogy vérprofik voltak. Nem csak szakmailag, mindenhogyan, emberileg. Ilyen emberekre van szükség. Olyan emberekre van szükség, mint amilyen Horvátteri is volt. És ahogyan talán jelen korunkban is megnyilvánul, az újraélesztés által. Mert hiszem és érzem azt, hogy ő most újra megelevenedik, hogy újra felszínre törnek ezek az érzések. És hogyha nagyon sokat foglalkozunk vele, akkor szerintem őt át tudjuk örökíteni. Ez a cél. Én ezt szeretném megtenni, és mindenképpen beszélni fogok még róla. Nagyon sokat álmodni, olvasni, kutatni, hagyni azt, hogy átadja mindazt, amit ő akkor nem tudott. Örülök, hogy beköltözött az életembe, örülök, hogy valamilyen formán, itt van, hogy megjelent, hogy tanított és tanít, és hogy lediktált számomra nagyon-nagyon sok órát. Fantasztikus volt az elmúlt három nap. Rég voltam ennyire boldog. <laughs> Igen, nagyon rég, mert mert valami olyan csodát adott a gondolatai által, amire én mindig is vágytam, és amit a mai korszakban nem találtam meg másban. Vagy nagyon ritkán, vagy nem tudom, hogy ez így van-e. Persze akkor is boldog voltam, amikor Latinovicsról beszéltem, vagy Pálos Györgyről, vagy a régi hazai színművészekről, filmekről. Nagyon közel érzem őket saját magamhoz. Én olyan vagyok, mint ők. Én nem a mai világban vagyok való, egyáltalán nem. Nem is értem, hogy mit keresek itt. Tényleg nem értem. Hogy én miért nem akkor abban a korszakban éltem, bár szerintem én akkor is éltem. Lehet, hogy ők küldtek vissza. Lehet, hogy ők akarták azt, hogy jelenjek meg. Vagy én tettem erre valamiféle esküt. Ez is lehet. Lehet, hogy pont azért jöttem vissza, hogy elmondjam azt, hogy ők milyenek voltak, mert mégiscsak találkoztam velük. Velük élhettem. És tudtam azt, hogy ők már nem lesznek jelen, de hogy én igen, és ezáltal elmondhatom azt, hogy ők milyenek voltak. És nem fogom azt hagyni, hogy elfelejtsék őket. Hát lehet, hogy igen, én tettem erre egyfajta esküt, és ígéretet. Egyre inkább van egy ilyen emlékem, egyre jobban törnek föl ezek az érzések, hogy, hogy igen, megfogadtam azt, hogy én visszajövök. És hogy beszélek, mesélek róluk, mert tudtam, hogy most egy nagyon rossz korszakban fogunk élni, egy nagyon silány világban, ahol igenis szükség lesz ezekre a gondolatokra, mert azért én úgy vélem, hogy vannak mások is rajtam kívül, akik még a régebbi filmeket szeretik, és azokat a színészeket, akikről eddig beszéltem, és nekik is szükségük van arra, hogy ők újra éledjenek, itt legyenek, és hogy nagyon sokat lássuk őket, és hogy beszéljünk róluk. Lehet, hogy ők vagy mi nem vagyunk olyan sokan, az is lehet, hogy több százan, hiszen el kell menni mondjuk egy filmklubba, és meg kell nézni azt, hogy ott ember van. Hát szerintem jó, ha vannak tizen. Bezzeg egy celeb műsorban, vagy egy, nem is tudom, hogy milyen műsort mondjak, vagy említsek, vagy milyen rendezvényt, mennyien vannak, ugye? Hát igen, ideig jutottunk sajnos, pedig régen mennyi, de mennyi mozit meg tudtak tölteni nézőkkel, amikor ezeket a magyar filmeket vetítették. Hát igazából nagyon nem is volt más. Hogy mennyi mozi működött Budapesten rengeteg. Például Budapesten, de hát vidéken is. Mekkora épületek, hogy több száz fő vonult és ment, és, és, és bocsánat, hogy így fogalmazok, de zabálták a magyar filmeket. Hogy mennyivel másabb világ volt az övék, az 50-es évek, a 60-as évek, és ezeket Horvátteri átélte. Nem csodálom azt, hogy nem tudott mit kezdeni, a későbbi időszakkal, mert totálisan megváltozott, totálisan kifordult minden. Ezzel nem lehet mit kezdeni, a mai világgal nem lehet mit kezdeni. Én sem tudok. Csak és kizárólag így. Bár megmondom őszintén, hogy ez még mindig nagyon kevés. Nagyon kevés az, amit én tudok tenni, mert ennél sokkal többet kellene. De én sem kapok teret. Nem kapok. Olyan lehetőségeket egyenlőre, amelyek által még több mindent tudnék róluk elmondani, bemutatni. Vagy ezekről a jelenségekről filmeket készíteni. Hiába beszélek minden nap, hiába ez a 896. felvétel, hiába foglalkozom ezekkel a témákkal gyerekkorom óta, még mindig azt érzem, hogy ez kevés mert még mindig nem tudtuk őket annyira föléleszteni, azért, mert nincsenek jelen. Akkor lennék boldog, ha újra olyan korszak élne, mint amilyen egykor volt, és újra megjelennének, föltámadnának, itt lennének, és újra velük készítenének különböző filmeket, értékes filmeket, alkotásokat, nem olyanokat, amelyeket ma például. Én akkor lennék boldog, és akkor tudnám azt mondani, hogy ez az, hogy megérte, hogy hazaértünk, és hogy így kellene működni és lenni minden egyes nap és percben. Tényleg beszéltem nyolc órán keresztül. <laughs> szóval hihetetlen, hogy uh, hogyan mozog ő bennem, hogy, uh, hogy mennyire erre kér, hogy már már, alig akar elengedni, én ezt érzem, hogy folyamatosan kapaszkodik. Nem, ez rossz szó. Én azt gondolom, hogy Horváth Teri most bízik bennem, nagyon erősen. Bízik abban, hogy elmondom azt, hogy ő milyen volt valójában, és hogy ezáltal az ő vállalása is tovább él. És akkor talán már nem lesz annyira szomorú. Mert valamilyen szempontból lehet, hogy tudom őt kárpótolni. És akkor most hallgassuk meg újra a három részes előadást, amelyek által nagyon sok mindenről beszéltem. És ami még fontos, az utószó a műsorok végén, mert szerintem az utószó kapcsán talán mindent elmondtam, mindent, ami fontos. Valahogyan összefoglaltam ezeket az érzéseket egybe tömörítettem. Azokat az érzéseket mondtam el, amelyek eme együttes vállalás kapcsán megszülettek. Ezeket a gondolatokat együtt közöljük. Ő meg én, az én hangomon, de a gondolatai, az érzései megfogalmazódnak. Jelen vannak, mert azokat újra lehet éleszteni, mert át lehet örökíteni, és így lehet tovább menni. Együttesen, közösen, egyféle állapotban, a vállalásban, és ez a fontos. Kívánom, hogy mindenki találja meg a rokon lelkeit. Én megtaláltam. Azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy megtaláltam a női másik felemet. Igen, én azt gondolom, és most úgy érzem, hogy Horvetteri az én női másik felem, a női megfelelőm. Ha ez így van, fantasztikus, ha ez így van, örülök. És akkor már én is boldog vagyok. Ahogyan talán ő mert rátalált egy közegre, ami őszinte, és ami jó, és ami által sugározni tudja azt a nagyon-nagyon sok szeretetet, ami még most is jelen van. Sőt, mondok még valamit, most van igazán jelen, mert újra mert sikerült ezt megtenni.